Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Hit és életnek a nézőit. Folytatjuk tovább a bibliai történeteknek, illetve a szövetségkötéseknek a vizsgálatát, illetve ezekkel kapcsolatos eseményeket, bibliai eseményeket, hogy miért is. Foglalkozunk kicsit részletesebben a puszai vándorlásnak az eseményeivel. Annak az az oka, hogy ezek paradigmák, előképei, ősminták, a keresztény életnek a különböző állomásainak, kísértéseinek, megpróbáltatásainak. Ezért mondja az Új Szövetségben Pálapostól, hogy ez mind a mi okulásunkra van megírva, azért, hogy hasonló csapdákba, bűnökbe vagy hitetlenségbe ne essünk. Ugye különösen a zsidókhoz írt levél fogalmazza meg az egész puszai vándorlásnak a lényegét, hogy saját magunkra is vigyázzunk, ne sodródjunk, és egymásra is ügyeljünk, hogy ne legyen a keresztény életben a szívünk megkeményedve, és ne veszítsük el a megváltóba, názeti Jézus Kisztusba vetett hitünket. Ehhez pedig nagyon fontos, hogy a különböző bibliai mintákat szellemi módon lássuk, és ezeknek a tanulságait igyekezzünk beépíteni az életünkben. A legutolsó adásban Kóri és Dátáni, valamint Abirámnak a lázadásáról volt szó. Ez is ugye nagyon gyakori, nem csak az a szekularizált világnak a különböző területei lehet tapasztalni, úgymond tekintély elleni lázadásokat, hanem ezek megvannak természetesen a vallási felekezetekben is, sőt olyan tekintélyekkel szemben is, karizmatikus tekintélyekkel szemben, ahol egyértelműen Istenek a jelenlétének a jelei, csodái tapasztalhatóak. Pontosan a kóri és társainak a lázadása erről szól. És azt gondolná az ember, ha már az Isten a haragja által megnyitotta a kóri és dátán alatt a földet, és elevenen szálltak le sátoraikkal, állataikkal együtt, és ő családtagjaikkal a pokolba, hogy ilyenkor az ember Isten félelmet tanul és befogja a, úgymond a száját, és, és megváltoztatja a magatartását. De sajnálatos módon a testi embernek a természete, amit Pálapostól kifejt részletesebben, a rómaiakhoz írt levél hetedik fejezetében ilyen mivel hogy a bűnnek az uralmalad van, ezért az embernek a külső énye ugyan gyönyörködik, mondja Pál Lapostól, az elméje legalábbis Istenek a törvényében, de van az ember testében egy olyan törvény, amely meghiúsítja az emberben, és az ember, hogy az ember cselekedje Istenek az igéjét. Ez pedig nem más, ez a törvény, mint a bűnnek és a halálnak a törvénye. Ezen keresztül lép be az emberi természetbe, vagy léped be az emberi természetbe, és van jelen az emberi természetben az a, hát örök lázadónak is lehetne nevezni, de hát meg fogja kapni majd az ítéletét. Ez Lucifer, illetve a Luciferből lett sátán és ugye erről beszél az Efézus belérkezét levél második fejezetében Pálapostól, hogy ennek a levegőbeli fejedelemnek, a, vagy hatalomnak a fejedelmének a szelleme munkálkodott mindannyiunknak az életében, illetve szellemében, amíg mi a bűn miatt halottak voltunk. Tehát ez az, ami állandó lázadásra szítja az embert, és gyakran irracionális módon is, amikor a, a, nem csupán a hitnek az igazságaival szemben áll, hanem egyszerűen a normalitással szemben is e, 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 szembe áll, és maga a józan logikai e, 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 bölcseletek alapján is esztelenségnek minősül a lázadás. Hát na, ilyen lázadást meg, tapasztaltunk meg, a leírásban, a négy Mózes 16. fejezetében, hogy még másnap is azt mondja az írás a 41. fejezetben, miután fölkeltek a sátraikból kijöttek, megvádolták Mózest és Áront, és következőt mondták Mózesnek és Áronnak, hogy ti öltétek meg az Úrnak a népét, és mikor pedig egybegyült a gyülekezet Mózes ellen és, és Áron ellen, akkor fordulának a gyülekezet sátora felé. Tehát itt szeretnék megállni, tehát hogy föllázott az egész nép, a lázadók mellett állt, és a Mózes és az Áron ellen, és úgy gondolták, hogy Mózes, Áron, a, a, akik tömeggyilkosságot követtek el, egyszerűen elképesztő ez az egész jelenet, mert nyilvánvalóan Isten természetfati erejének a megnyilvánulásai tapasztalták az előző nap, a, napon, és úgy gondolták, hogy az Istenek a mindenható erejét emberek tudják irányítani. Ha ezt tudnák, akkor valóban varázslásról lenne szó, de szó nincs erről. Az Isten szuverén Isten, az ő hatalmát és az erejét az ember nem tudja irányítani, különösen nem szubjektív, szubjektív igazságtalan, romlott céljainak megfelelően. Csak abban az esetben tapasztalható a profiták részéről kezdeményezés, a csodákra és a jelekre, amikor a kezdeményezésük megfelelt Isten tökéletes akaratának. De soha nem szolgálja ki Isten természeti hatalma, ereje az emberi szubjektív akaratot, tehát az emberi ö, 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 ügyeket, dolgokat ő mindig a saját tervének és céljának és akaratának megfelelően cselekszik. És természetesen ebbe beletartozik az ember is, abban az esetben, ha nem lázad ellene, hanem alárendeli magát Isten. Tökéletes akaratának, akkor természetesen az Isten természeti beavatkozásának az ember hasznád veszi, tehát az ő szükségeinek, lelki, szellemi, fizikai szükségeinek a betöltését, illetve üdvözülését fogja eredményezni. Tehát föllázadtak Izrael fiai Mózes Áron ellen, a vérvádak fogalmaztak meg a vezetőik ellen, aminek természetesen semmi valóságos alapja nem volt, hisz Mózes és Áron rendszeresen közben járt az Istenért, amikor ilyen konfliktus helyzetbe került a nép Istennel. Ahogy említettem a haraggal kapcsolatosan, hogy Istennek, Istennek a természetének a lényege nem a harag, hanem a szeretet. De a új szövetség és sőt a korszaknak a végéi sorra kerül események is igazolják, hogy a teremtményeinek a lázadása, makacsága ki fogja váltani Istennek a haragját. Eredendően Isten a poklod, vagy akár a gyehennát nem az embernek, hanem a, úgymond az ördögnek és angyalainak teremtette. De az ember, az ördöggel és a démonaival, vagy bukott angyalival azonosul, akkor természetesen részesülni fog az ördögnek és a démonoknak az ítéletéből. Éppen ezért ez a cél, az a célja az evangéliumnak, hogy az embereket rávegye arra, meggyőze arról, hogy, kapcs, hogy szakítsák meg az ördöggel való kapcsolatukat, ez pedig a bűntől való megtérés által lehetséges és béküljenek meg a názati Jézus Krisztus engesztelő áldozatával, az élő Istennel, hogy ne részesüljenek abból a haragból és ítéletből, amit Isten már réges-rég kimondott az angyali fej, a lázadó angyali fejedelemre, aki föllázat már az örökkévalóságban és egy anti-birodalmat, ellenbirodalmat épített ki és működtet azóta is az Isten királyságával és személyével szemben. Tehát itt is látjuk a következő olvasuk ebben a fejezetnek, ebben a részében, hogy szintén megjelent Isten haraggal, a haragban, az úr dicsőségében gyakran harag is van, de nem minden esetben természetesen, és ez a harag elkezdett megnyilvánulni a lázadó néppel szemben, és hatalmas nagy csapásoknak a sorozata indult el, ami a újra új több ezernek embernek a e, halálát eredményezte. És itt látjuk, hogy igazából a Mózesnek és az Áronnak a szívének a belső tartalmát, hogy mennyire igaztalan volt a a vádaskodás Mózes és Áronnal szemben, hogy a 46. verszakban, hogy more, először is a 45. verszakban azt olvassuk, hogy leborultak szintén Isten előtt Mózes és Áron, majd Mózes szólt az Áronnak a 46. verszakban, hogy fogd a töményezőt, tégy abba a tüzet az oltárról, rakj reá füstölőszert, vitt hamar a gyülekezethez, végez engesztelést értük, mert kijött az úrtól a nagy harag, elkezdődött a csapás. És ugye olvassuk tovább, hogy Áron vette a tömjénezőt, ahogy mondott a Mózes, és a közösség közé futott, mert elkezdődött a nép között a csapás, de közben Áron engesztelő áldozatot mutatott be a népért, és ott állt Áron a halottak és az élők között. Tehát ez a kép, ez szintén előképe az új szövetség legfontosabb eseményének, de nem csak az új szövetségnek a legfontosabb eseménye, hanem az egész univerzumnak, a világtörténelmnek legfontosabb eseménye, a názati Jézus Kisztus engesztelő és helyettesítő áldozata, amelynek a lényege az, hogy Isten az, a lázadásunk miatt ti haragját ráhelyezte az ő ártatlan fiára, a Názárti Jézusra, aki ezt a haragot hordozta magán, és ezért sújtott le rá Istennek a haragja ítélete, és ez volt az oka igazából a keresztre való megfeszítésének, valamint a Seolba való lemenetélének, él, lemenet hogy lement a Seolba egészen a Noé kortársának a, kortársainak a szintjére. És ennek a, az áldozatnak az volt a célja, hogy az Istennek a, az, az engedeléssel szembeni igaz követelményeit kielégítse, és levegye rólunk az Istennek a haragját, a bűnnek minden következményeit, mert a bűn következménye halál, ahogy Pálapostól mondja, a bűn zsoldja halál és a halálnak, ugye, ahogy említettük az egyik előadásban, hogy többféle formája van, a szellemi halál, a fizikai halál is igazából a legborzalmasabb, a második halál, amikor végérvényesen el van zárva az ember, az élő Istenek a jelenlététől, nem csak a szellem a lelke, hanem a föltámadott teste is, és együtt bűnhördik, az, a bukott angyalokkal és magával az ördöggel a Gyehennában. Ez a második halál. És Jézus Krisztus azért jött el a világba, hogy az Istennel való kapcsolatunkat, ellenséges kapcsolatunkat megszüntesse, és az ő keresztének a vére által megbékélést tudjon létrehozni az emberiség a világ és Isten között. És ez a megbékélésnek az objektíven a történelmi eseménye megtörtént, közel 2000 éve Jeruzsálemben, de akkor érvényes az ember életében, hogyha az ember személyesen a názeti Jézus Krisztus engesztelő áldozatához járul, és elfogadja azt, hogy ő érette az ő bűnei miatt, az ő védkei miatt, sújtott le rá Istennek a haragja a Jézus Krisztusra, és ezért, amikor elfogadja, akkor Isten beszámítja az, ezt a döntést, hogy a bűnünket eltörli, vagyis hogy Jézus Krisztusra helyezte, és e helyet pedig átadja Jézus Krisztusnak az ártatlanságát, örök életét, illetve igazságát, amiből származik az, a hit általi megigazulás. Tehát a Áronnak az engesztelő áldozata, hogy közbefutott, körbefutott a közösségben, ezt jelzi, és ebben, egyben az evangéliumnak a legalapvetőbb igazságát, hogy az evangélium által ad Isten az embernek életet, megigazulást, evangélium nélkül nem lehet az embernek Istennel találkozni, és Istenben üdvösségre jutni. És ezért az evangéliumnak kettős, ahogy Pál Lapostok hangsúlyozza, több helyen is, hogy kettős tartalma van, azok számára, akik elfogadják Jézus Krisztusnak a helyettesítő áldozatát, személyükre vonatkozóan, azok számára jó illat. Azok viszont, akik elutasítják, azok számára marad az ítélet, hogy mondja János Apostol, hogy rajtuk marad az Istenek a haragja, ezért az evangélium számunkra a halálnak az illata. Tehát ezt jelképezi, hogy amikor ott állt Áron az élők és a halottak között engesztelő áldozatával a názati Jézus Krisztus megfeszítése, a Golgotai kereszt áldozata így osztja meg az emberiséget, hogy akik elfogadják, azok által mennek a halálból az életre, akik nem fogadják el, azoknak marad változatlan az állapotuk, tehát Istennek a haragja és ítélete alatt maradnak. Sajnatos módon ennek az ítéletnek az lett az eredménye csapás sorozatnak, hogy 14 ezer izraeli elhunyt itt Isten ítéletének a következtében, és ennek, de viszont a jó hír az, hogy Áron a közben járó szolgálta által megszüntette a csapás sorozatot, és így a maradék az társadal, Izrael társadalmának a döntő többsége, életbe maradt. No, de folytassuk tovább a puszai vándorlásnak a történetét, tekintettel arra, hogy ahogy utaltunk a Kóré lázadására, Kóré és társainak a lázadására, ő ö, 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 ö elsősorban a papság ellen lázadott, illetve a papi rendbe akart behatolni. Ő Lévita volt, tehát a Szent Hely körül szolgálhatott, valamint az áldozati oltár körül, tehát a sátor körül szolgálhatott, de viszont nem volt meg neki az a kompetenciája, mint Áronnak és később az Áron leszármazottainak. Mi volt az Áronnak a speciális szolgálata? Az, hogy bemehetett a Szentek Szentjébe, bemehetett a Fridláda elé, és ott jó illatú áldozatot mutatott, mutathatott be, illetve jom kipurkol pedig engesztelő áldozatot a nép bűneiért. Kóré és társai ezt kívánták meg, hogy ők miért nem mehetnek be az úrnak a dicsőségébe. Ugye éppen erről szólt a megpróbáltatásuk, amikor Mózes azt mondta nekik, hogy akkor hozzák a tömményt, az engesztelő áldozataikat, és menjenek az úrnak a jelenlétébe, és erre válaszolt Isten haraggal. De az egész népnek a lázadása az áronnak az elhívását bizonytalanná tette, nyilván nem Mózes és Áron előtt, hanem a nép előtt lett ez a szolgálat, a papi szolgálat bizonytalan. Ezért szükségessé vált, hogy Isten megerősítse Áronnak a főpapi szolgálatát, és erre a megerősítő szolgálatra került sor a 17. fejezetben. Isten szólt, az Úr szólt Mózesnek, és azt mondta Mózesnek, Isten, hogy szólj Izrael fiainak, védj egy-egy veszőt, az ő atyáiknak háza szerint az ő atyáiknak háza valamennyi fejedelmétől 12-két veszőt. És kinek, kinek a nevét ír fel az ő veszélyére. Tehát a fejedelmektől kellett 12 veszőt begyűjteni, minden veszőre ráírták a tulajdonosnak a nevét, Áron nevét pedig a lévi veszélyére írták rá és ezt pedig a, a, negyedik verszakban olvassuk, hogy tedd azokat a gyülekezet sátorába bizonyság ládája elé, hogy megjelen, megjelenek, nek, ahol megjelenek nektek. És lesz, hogy annak a férfinak a veszélye, akit elválasztok kihajt, így hárítom el magamról Izrael fiainak a zugolódásait, amelyekkel zugolódtak ti ellenei, ellenetek. Tehát itt a zogolódás, morgás a pozíció tisztségek ellen szólt, a, ahogy mondtam, papi tisztségek ellen, de a, a, nyilván Mózesnek a tisztségét is érintette. Tehát ezt megtették Izraelnek a fiai, a fejedelmek egy-egy veszőt ö, hoztak, és ezt a tizenkét veszőt, á, tehát ezek között szerepelt az Áron veszélye is, behelyezték, az úr elé, illetve pontosan Mózes helyezte a bizonság sátorában. Na, egyébként itt jelzem meg, hogy a, a sátrat mondták szövetség sátorának, bizonság sátorának, tehát a bizonság sátora arra utal, hogy az úr rendszeresen itt tett tanúságot a jelenlététől, arról, hogy ő Izrael fiai között lakozik. És mi történt? Hát másnap bement Mózes a sátorba, Érti, ahogy 8. versszak beszámol erről, és bement Mózes a bizonság sátorába, és a 12 vesző közül egyetlen egy vesző hajtott ki a lévi házából való áronnak a veszélye, sőt, nem csak kihajtott, nem csak életet kapott az a száraz vesző, hanem virágot is növelt, és mondulát is érlelt. És utána Mózes kihozta ezt az úr színe elől, az úr jelenlétéből, ezt a veszőt, és megmutatta Izrael fiainak, akik megnézték ezt a veszőt, és természetesen tudomásul vették, hogy Áron választotta ki Isten főpapnak. És utána megszűnt az ugolódás, és az Áronnak a veszélyét ő továbbra is ott hagyták az Úrnak a jelenlétében. A csodákról röviden annyit szeretnék mondani ebben a történettel kapcsolatosan, mert ugye egy, egy nagy kérdés a csodákkal kapcsolatosan, hogy élettalan anyag meg tud-e elevenedni. És ugye itt egy olyan csodával van dolgunk, amikor egy élettelen bot, amiben nem volt élet, az másnapra megelevenedett, kihajtott, virágot ö, 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 hozott, valamint még mandulát is termést is hozott. Ez nyilvánvalóan teljes mértékben ellentmond a természet törvényeinek, vagy legalábbis felett függesztve a természetes törvény. Ugye a Biblia természetes törvényeket nem abszolút törvényeknek veszi, hanem egy olyan ö, 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 törvényszerűségnek, relatív törvényszerűségeknek, amelyen keresztül Isten a látható világnak, vagy az életne, a természetes életnek a rendjét szabályozza és működteti, tehát egy megfelelő rendben. Ez természetesen, hogyha elszakítjuk, az a többi világtól, mert a bibliai világkép az több világban gondolkodik, nem csak egy világban. Például a materializmus az egy világban gondolkodik, abból indul ki, hogy az egész univerzumnak az eszenciáját, lényeget az anyag természetesen nem csak a fizikai anyagra gondol, hanem annak egy eszenciájára. Az éltetés ebből származik minden, ezért minden visszavezethető szerintük, az anyagi okokra. Természetesen ez a Bibliának a világnézetével teljesen ellentmond. A látható világnak a tömege valóban az anyag de a Biblia úgy beszél a látható világról is, mint amit Isten teremtett, Isten igéje tartja fönn, és alapvetően a szellem élteti, sőt az egyik legcsodálatosabb Zsoltár, 104. Zsoltár tartalmazza azt, hogyha Isten az ő szellemét kivonná, akkor minden létező megszűnne, és minden újra élettelen porrá anyaggá válna, mint általában a Föld közelében lévő bolygókkal kapcsolatosan ezt legalábbis a mai ismereteink szerint ezt feltételezzük. Tehát ahol nincs szellem, ott nincs élet. A szellem az, amely elevenít. Ugyanez elmondható a Földre is, tehát éppen ezért, hogyha Isten szelleme beavatkozik, nyilvánvalóan egy megfelelő tömény energiával és erővel egy száraz, életelen dologban, az meg fog elevenedni. Ezért keresztelő János meglepő dolgot mondott a farizeusoknak, hogy ugye ne büszkölkedjen, vagy kevékedjenek, vagy dicsekedjenek azzal, hogy Ábrahámnak a fiai, mert a kövekből is tud Isten teremteni magának fiakat. Vagyis miről van szó, hogy az élettelen szerve, anyagokat is élő szervezetté tud alakítani Istennek a teremtő ereje, Istennek a szelleme. És ez természetesen olyan eseményeket hoz létre, amely nem megmagyarázható, értelmezhető az általunk ismert törvényszerűségek alapján. Ez váltja ki az embernek a csodálkozását, és ezek az eseményeknek nem anyagi okai vannak, nem szíkai, vagy emberi okai vannak. Hanem természetesen természetvolti okai vannak. És Istenről azt mondja, azt úgy mutatja be Isten, a, a, a Isten a Biblia, mint a csodáknak az Istene, aki képes felül haladni a természetnek a törvényeit, de nem csak fölül haladja, hanem a természetes látható világnak szinte minden szegmensében képes behatolni, és abban az akaratának megfelelően változást létrehozni. Nincs a látható világban semmiféle olyan zárvány, amely meg tudná akadályozni az Isten mindenható erejének a működését, teremtő erejét. De természetesen hozzá kell tenni az, arra, hogy nem az ember a csoda váró vágyait a ö, ö, csoda iránti szomjúságát elégíti Isten, hanem mindig az ő nevének a dicsőségéért cselekszik az Isten. Ez természetesen az a csoda, az ő dicsőségét szolgálta. És éppen ezért, mivel hogy a a, a természettudomány csak a látható világot tudja kutatni, tudja vizsgálni, ezért természetesen a tudomány számára a láthatatlan az egy ismeretlen világ, az, ha azt tagadja, ha, hogyha abba a történelmi, illetve természettudományos tényekből azt a következtetést vonják le, hogy Isten nincs, ez egy következtetés, ez nem feltétlenül áll összhangba a tudományos tényekkel, hanem ez, a, és általában mindig ez a jellemző, hogy a tudományos tények és a tudományos tényekből való következtetések között nem mindig van harmónia. Nem mindig e, e, a, a, a következtetések nem mindig felelnek meg az igazságosságnak, vagy, vagy a magának az igazságnak. És látjuk az emberi társadalmi. A szférában is, hogy a a, 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 tényeket, ahogy vizsgálják, vagy négyik az emberek, akár politikai szférában, akár kulturális szférában, akár vallási szférában, látjuk, hogy különböző emberek, vagy különböző módon értelmezik az emberek a tényeket. Hát akkor hogy ne lenne ez igaz a természet tényeire is. Tehát a következtetéseket, a, a, a természettudományos Tényekből, való köve, ne, tényekből nem lehet azt következtetni, hogy nincs Isten, nincs menny, mert egyelőre ez a tudomány kutatásán kívül eső terület, és éppen ezzel foglalkozik a Biblia, ami a tudomány kívül eső terület a természetülti világgal. És ez a csoda tehát ezt jelzi, hogy, hogy Isten megelevenítette a Áronnak a veszélyét. Áronnak a veszélye így egyben a főpapi szolgálatnak és a szimbóluma, és természetesen annak a főpapnak a szolgálatának a szimbóluma, aki halott volt, de életre kelt. Ez pedig Jézus Krisztusról állítja az Istenek a beszéde, hogy ő az, aki halott volt, de föltámadott, és örökkön örökké él. A föltámadása után pedig felment a mennyekbe, és az egész zsidókhoz írt levél pontosan a főpapi szolgálatát mutatja be, hogy miért magasabb rendű és magasabb szintű főpapi szolgálattal rendelkezik Jézus Krisztus, mint Áron. Erre most nincs időnk, egy más alkalommal fogom elmondani a Názeti Jézus Krisztus főpapi szolgálatának, a, vagy mint főpapnak a tulajdonságait, de egy, ami lényeges, hogy saját magát áldozta föl, és saját maga a föltámadás után vitte föl az Isten igazi jelenlétében, a dicsőségébe a saját vérét mindannyiunkért engesztelő áldozatul, hogy ezzel a vérrel meghintsen bennünket, eltörölje bűneinket, és megszabadítson bennünket a halálnak és a pokolnak a hatalmából, és megnyissa számunkra Istenek a jelenlétét, Istenek a királyságát, és Istenek a javait. És ráadásul, hogy a názati Jézus Krisztus az Atya jobbján foglalt helyet, Azért, hogy mindannyian kért közben, járulj, közben járjon az Atyánál, hogy mi bizalommal járuljunk hozzá, mert az ő széke a kegyelemnek a királyi széke, és megígérte, hogy amikor hozzájárulunk, meg fog segíteni bennünket. Ezért a lázadás, morgolódás, elégedetlenség helyett hálaadással, tárjuk föl a kívánságainkat, szükségeinket az úrhoz, és ő megérte, hogy az imáinkat meghallgatja, mert közben jár érettünk az atyáért. Viszont látásra, Isten áldja meg önöket!